Köszöntöm nézőinket, Gulyás Anita vagyok, önök Völgységi magazinunkat látják, és már mutatom is a rövid tartalmat. Május fáállítással, főzőversennyel, kiállítás megnyitóval indult a hónap Nagymányokon. Az utóbbi időszak összberuházásai 130 millió forintot tesznek ki Dombán. Szívbe markoló műsorral készültek két legkisebbjei anyák napjára. A Retro Majál is idén is megszínesítette a murgai hónapkezdést. Hagyományteremtő céllal állítottak májusfát Nagymányokon, ahol a Glückauf Egyesület kiállítását is megnyitották a főzőverseny délutánján. Jó hangulatú nap részesei voltak az érdeklődők. Májusfa díszeleg a Nagymányoki Művelődési Ház előtt. A településen az elmúlt években nem volt erre példa. Most a régi hagyomány újraélett, és a városban működő civil szervezetek közreműködésével került feldíszítésre és felállításra a Nagymányoki Májusfa, amelynek tetején a helyi borbarátkör által felajánlott ital van. A májfa állításra a főzőverseny közben került sor, ahol idén 6 csapat készítette el a saját szájíze szerint az önkormányzattól kapott húst. Az első bográcsban 20 főre babújás rotyogott. Minden évben itt vagyunk, minden évben kapunk 5 kiló húst, és ezt megfőzzük minden évben eddig. A helyi táncosok népes csoporttal képviseltették magukat, ők idén kivételesen nem bográccsal érkeztek. Május elsőt itt a táncsoport nevében mondhatom, hogy minden évben itt jelen vagyunk az eseményen, a rendezvényen. Idejében a grillezést választottuk, nagyon sok fiatal fog eljönni, és közkívánatra a grillezést választották, úgyhogy idejében rendhagyó módon most ezt csináljuk. Amúgy minden évben babujás vagy pörkölt készül. A csapatnak a rutinosabb részvevői, akik itt vannak, kicsit láthatóak, általában viszont tudják ezeket közösen vállalni. Ugye már itt minnyáján mondhatom, hogy több mint 30 éve a táncsportnak a tagjai vagyunk. Ez 30 éves barátság és 30 éves kapcsolatnak a gyümölcse, ez az összetartás. És próbáljuk a fiataljainkat is, táncsport fiataljait is hasonló módon nevelni, illetve erre tanítani, hogy ők is ezt az összetartást, ezt a barátságot vigyék tovább és képviseljék. A babgulyás több bográcsban is fellelhető volt a Nagymányoki május 1-i főzőverseny alkalmával. Hát nálunk ez most már hagyomány, évek óta itt vagyunk a Tűzoltó Egyesülettel, igyekszünk bevonni a fiatalokat is évről évre, csak úgy tud fölmaradni az Egyesület, hogyha a fiatalokat is bevonjuk, és látják a jó példát, és tovább viszik a hagyományokat. A település összes rendezvényén igyekszünk részt venni, attól függ, hogy ugye önkéntesek vagyunk, nyilván családi program függvényében nem mindenki tud eljönni, de igyekszünk részt venni minden rendezvényen. Délután többek között a Nagymányoki Székelykör Egyesület szerelmes dalcsokra örvendeztette meg a résztvevőket, akik egyébként az első tulajdonosai lettek a főzőverseny vándorkupájának. A közművelődési központ kiállító termében pedig a Glückauf Egyesület Ezek is mi vagyunk című kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. A május 31-ig látogatható tárlat az Egyesület alkotó kedvű tagjainak munkáit mutatja be. Különböző technikával készített képek, kézműves munkák és egyéb kézműves alkotások kaptak helyet a kiállítás darabjai között. Zombán ünnepélyes keretek között adták át az utóbbi időszakban elkészült fejlesztéseket. A beruházások a Magyar Falu programon elnyert összesen 130 millió forintból valósultak meg. Az avató ünnepségen a térség országgyűlési képviselője Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is részt vett. Zomba legkisebbjei a település óvodájának felújított mosdójában mossák a kezüket. A vizes blokk felújítása és az udvaron található játékpark bővítése valósult meg az elmúlt időszakban. A projektek a Magyar Falu programon elnyert közel 16 millió forintos forrásból készültek el. Az ünnepélyes átadón részt vett a térség országgyűlési képviselője, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, valamint Tolna vármegye főispánja Horváth Kálmán. Nálunk fontos volt, fontos ma is, meg remélem fontos lesz a jövőben is a fiataloknak a felkarolása. Hát itt az óvodánál vagyunk, az Ombai óvoda vizes blokkjának, illetve játszóterének a felújítása történt meg a 21-22-es évben, Magyar Falu program keretében egy közel 10 milliós vizes blokk felújítás, illetve közel 6 millió forintos játszótér felújítás. Mindig is volt, hiszen csodálatos körülmények között vannak itt az ombai óvisok, mindig is volt
játszóterünk, de ugye ennek lejár a szavatossága, kihordási ide, stb. Meg hát az állaguk az romlik, és azért a gyerekeket biztonságos játszótérre illik kiengedni. Hát ezt tettük, ennek keretében valósult ez meg. Ez 2011-ben egy hatalmas nagy projekt keretében került felújításra, és a mostani külső formáját akkor kapta meg, és természetesen mindig hozzá tesszük azt, amit hozzá kellett tenni ahhoz, hogy a gyerekek olyan körülmények között élhessenek, amilyet elvárható Zombától. Már mondhatnám, több mint 15 éve van egy csapat, akivel együtt dolgozunk. A pályázatvigyelés, pályázatírás és ezeknek a pályázatoknak a lekoordinálása, és így hát elég sok pályázatot sikerült megvalósítanunk. Hát most nem szeretném számszakilag ezt elmondani, mert hát olyan szám, amit nagyon sokan megirigyelnének. Tehát nagyon sok pályázatunk volt. Tehát akik többet jártak Zombán, azok tudják nagyon jól, hogy a nagyok, amik nagyok, tehát több százmilliós nagyságrend, ugye iskola, óvoda felújítás, a 100%-os szennyvízrendszer felújítása. Az előbb említett épületek és a többi önkormányzati tulajdonú ingatlan állag megóvására igyekszik anyagi forrást teremteni az önkormányzat. Hál' Istennek az önkormányzat, legalábbis az elmúlt 20 évben, amióta én emlékszem erre, azóta nem szorult a szemközti épületre, most az a takarékszövetkezet, az a hivatallal szembe. Tehát mindig úgy gazdálkodtunk, hogy a szükségesre meg tudtuk oldani. Tehát olyan körülmények nem adódhattak, egyik intézményünknél se, ez lehet óvoda, lehet iskola, ha bár az iskola ugye most már nem hozzánk tartozik, hanem a Klébező intézményfeltartóhoz, de még mindig szoros a kapcsolatunk velük, azt ha valami kell, akkor ki legyen ott egy családba a nagyszülők, egy faluba az önkormányzat. Az avató ünnepségen arról is beszámolt a településvezető, hogy az összesen közel 130 millió forintos forrásból többek között útfelújításra is jutott, ez volt a 6 megvalósult projekt egyike. Óvodán a 2, a vizes blokk, illetve a játszótér, azon kívül kommunális gépek, ugye a település karbantartásához 15 millió forint nagyságrendben, a művelődési ház külső homlokzatánál a nyílászárók cserék, ugye a régi elavult, nem hőszigetelt nyílászárók voltak, és főleg most ebbe az energia válságos időbe sikerült erre is egy 16 millió forintos összeget pályázni szintén Magyar Faluból, illetve Szengál Szőlőhegy, aki közigazgatásilag hozzánk tartozik, igaz, hogy egy külterületi részünk, hogy ne legyenek mostohák, egy 39 millió, tehát közel 40 millió, meg egy közel 44 millió forintos útfelújítás. Az egyik a faluból a temetőhöz vezető, úgynevezett földes szurdik volt valamikor, elsős időben körülményes volt a megközelítése, és az sikerült egy 3 méter széles vápás betonúttal megvalósítani, ez volt ez a közel 40 milliós, és egy idegen forgalmat lebonyolító, is lebonyolító rész, ugye a szengáli szőlészet, a kastély, illetve mellett szintén egy borászat, ahhoz vezető út, a faluból ahhoz vezető utat sikerült ez a közel 44 millió forintból megvalósítani. Autósztrádát valósítottunk meg ott, úgyhogy nagyon örülnek a szengáliak, mert ott görkorcsoljáznak a szengáli gyerekek. A kommunális gépek nagyban segítik a szép településkép kialakításában az önkormányzat munkáját. Már használjuk, ugye mi 21-22-es évről van szó, már használjuk több mint egy éve a közterületek karbantartására. Itt gyakorlatilag lett egy erőgép, egy Solis 75 lóerő Solis erőgép, illetve lett egy ágaprító, ahol, vagy amint tulajdonképpen ezt a rengeteg útszéli ágat, gajat be tudjuk aprítani, nem kell egybe elvinni, hiszen elég körülményes, ugye főleg most, hogy tüzelési tilalom van mindenhol, meg szinte minden időszakban, így le tudjuk a térfogatát csökkenteni ezzel a darálással, illetve egy úgynevezett oldalkaszás és különböző szögbe funkcióba állítható mulcsozó, tehát egy patkakaszát sikerült, ez volt a 15 millió vagy 200 ezer forint. Mint sok önkormányzat, így a Zombai is küzd a belterületek karbantartását végző alkalmazott hiánnyal. Sokkal nagyobb probléma, mint a pályázatban a gépeket beszerezni, sajnos nincs. És az az igazság, hogy
ugye Zomba is abban a mezőgazdasági körzetben tartozik, ahol hát nagyon megy a mezőgazdasági ipar idézőjelbe, és azok a nagyobb vállalkozók felszippantják azt a munkaerőt, aki adott esetben rá tudna jönni a gépre, vagy adott esetben meg tudná fogni azt a, én csak himbálos kaszának mondom, ezt a bobdenes kaszát, amivel ugye az árokpartokat, útszéleket tudnák karbantartani, lényegesen többet tudnak fizetni, mint amint az önkormányzat fizet. Nagyon sokszor felvetődött ugye a testületi ülésen a képviselő között is, hogy hát akkor fizessük meg. Csak ez nagyon összetett játék. Ha én megfizetem jobban a közmunkásokat, illetve a úgynevezett karbantartó munkásokat, mit csinálok a hivatal embereivel, akik köztisztviselők. És sajnos a köztisztviselő bérek azok hát ott a béka alatt vannak. Nem tudunk mit csinálni. Annyi meg nincs, hogy mindenkinek plafonba emeljük, illetve az elvárható szintre. Az önkormányzat a jövőben is élni kíván minden lehetőséggel, ami a település fejlődését szolgálja. Saját készítésű ajándék, kedves műsor. Egy anyai szívnek nem is kell több ahhoz, hogy meghatódjon. Persze, egy nagymamának sem. A Kéti óvoda anyák napi műsora ezt az érzést váltotta ki a méltán büszke szülőkből, nagyszülőkből. Az ünnepség alkalmával az is kiderült, hogy a német nyelv elsajátítása is jól megy a gyerekeknek. Van egy ünnep, amit a világ különböző pontjain nem egyszerre ünnepelnek, de egyik nemzet sem feledkezik meg róla. Ez az anyák napja. Az óvodákban már hetekkel május első vasárnapja előtt azon szorgoskodnak a kicsiny kezek, hogy a saját maguk alkotta meglepetéssel és az óvónénikkel közösen megtanult versekkel, énekekkel okozzanak szívbe markoló örömöt annak a személynek, aki számukra az egyik legfontosabb a világon. A Kéti óvodában is gondos készülődés előzte meg az ünnepet. Ilyenkor a délelőtti foglalkozások alkalmával előkerül az olló, a ragasztó, a festék és az óvónénik kifogyhatatlan ötletei. Az intézmény által megszervezett ünnep alkalmával az időjárás is a szebbik arcát mutatta, így napsütéses időben az udvaron fogadták a kis lurkók az anyukákat, nagymamákat. És hogy is kell virágot nevelni, ezt egy énekben mesélték el vendégeiknek az ovisok. Lássuk fel a kertre, ki dolgozni nem akar, világot se szedje, dolgozni szaporán, kapáljunk is mente, ki dolgozni nem akar, világot se szedje. A település polgármestere rendszeres résztvevője az intézmény rendezvényeinek. Minden egyes rendezvényre megpróbálok oda jutni, eddig még úgy, ahogy sikerült, nem nagyon hiszem, hogy voltam távol bármelyikről is. Nagyon fontosnak tartom, hogy én is itt legyek ezeken a rendezvényeken, és nagyon szurkolok a kicsiknek, mert aranyosak, és mindig olyan nagy elánnal készülnek, hogy nem hagynám ki semmi pénzért. Minden olyan rendezvényre, illetve ünnepre készülnek, ami az ő életüket valamilyen formában formálja, nevezzük így, és az anyák napja után jön majd a gyereknap, aztán jön a ballagás, és akkor lesz egy kis szünet, és akkor jön majd az évnyitó, és akkor így. Aztán így, ahogy vannak az ünnepek, úgy készülnek mindegyikre. Én most gyakorló nagypapa is vagyok, tehát mi is meg szoktuk otthon tartani, ugye sem nekem, sem a nejemnek, most már a szüleink nem élnek, de a kisunokák, illetve a gyermekeink, azok a nagymamákat, anyukákat megköszöntik. A Kéti óvodában német foglalkozások is vannak, amelyeken az anyák napi ünnepségre is készültek a település legkisebbjei. Az anyának a legnagyobb ajándék, amikor gyermekét boldognak látja, a gyermeknek pedig öröm, amikor édesanyja mosolyog rá. A kedves versek hallatán a mosolyok mellé könnyek is társultak az anyukák arcán Kétyen. Édesanyám úgy szeretlek,
hozzád bújok, átölellek. Szívem minden dobbanása, szemem minden pillantása, minden apró lélegzetem megmutatja szeretetem. A virágok pedig nem csak a versekben, énekekben jelentek meg, a nagymamák és az anyukák számára idén is színes, időtálló meglepetéssel készültek a gyerekek. Egy szép kézzel készített virágot készített, kaptunk mind a két gyermektől, úgyhogy köszönjük szépen nekik. Nekem nagyon tetszett, nagyon elérzékeny, mert a kicsi fiam eddig még nem lépett föl, úgyhogy ez volt neki az első, és nagyon ügyes volt szerintem, és mindenki nagyon aranyos volt, kedves volt, és meglepődtem, hogy már ilyen kicsiként már egyedül tudnak szavalni, úgyhogy gratulálok az óvó néniknek, és köszönjük is. Nagyon tetszett, ügyesek voltak a gyerekek, kitettek magukért, és köszönjük a felkészítést az óvónőknek. Évről évre egyre szebbet készítenek az óvónők. A gyerekek is nagyon szépen felkészülnek. Nekem ez mindig egy örömteli dolog itt lenni és ezt végighallgatni. A május elsőjék évtizedek óta arról szólnak, hogy az ember hagyja maga mögött a szürke, monoton hétköznapokat, és baráti társaságban jó hangulatú beszélgetések, evés-ivás mellett töltse a napot. A murgai retro majális is erről szól, amelyet egy a megye másik felében működő szervezettel közösen valósítanak meg évről évre a helyiek nagy örömére. Az 50 fős lakossági létszámot alig lépi túl Murga, de május 1-én benépesült a település. A Zsákfalu örömmel látja vendégül évről évre azt a népes társaságot, akik ha csak egy napra is, de szint visznek a kicsiny falu életébe. A tolnai vándorló szépkorúak baráti köre ugyanis itt tartja meg retromajálisát. Nagyon jó viszonya van ennek a rendezvénynek. Ha jól emlékedetem, de biztos, hogy 2019-ben rendeztük meg a majálista, a vándorló szépkorúak tolnai csoportjával. Két év kihagyás itt a járványhelyzet, a pandémia az, amikor nem valósult meg, a tavalyi évben és az idei évben ugye megint, tehát a negyedik éve, hogy közösen rendezzük ezt a rendezvényt. Nagy örömmel szolgál az, hogy ilyenkor benépesedik a település, hiszen Tolna megye legkisebb települése vagyunk a magunk 53 főjével, és hát itt a mai nap szerintem megháromszorozódik a településnek a létszáma, és hát akik ellátogatnak ide, hírét viszik ennek a kis településnek. Én szerintem minden évben nagyon jó visszhangja volt a rendezvénynek, akik ide látogattak, nagyon jól érezték magukat, végülis egy egész napos program most fed le a rendezvény. Délelőtt egy ilyen csapatversenyek, különböző ügyességi, vízjátékos dolgot szerveztünk, délután pedig két óra után egy kulturális programot, ahol a helyi, illetve a szomszéd településeknek a csoportjai is részt vesznek, illetve hát vannak leszerződött, meghívott fellépők is. Van még egy rendezvényük, ami egy nagyobb rendezvény, az a falunap, az július második hétvégéjén, illetve 2000-ben a rendszerváltás óta egy ilyen kenyérszelő kupa, ami augusztus 20-án, az idén 34. alkalommal kerül megrendezésre. Mondjuk ezek azok a nagyobb volumenű rendezvények, de hát azon felül kisebbek rendezvényeket is tartunk. Az érkezőket reggelivel várták a helyiek. A konyhán a szorgos kezek azon munkálkodtak, hogy egy gyomor se maradjon üresen, lángosan láttak vendégül mindenkit. Május 1-e és az ahhoz kötődő közösségi programok fontosak a mai napig a nagy többségnek. Szép idő van, szép helyen vagyunk, és jó emberek között. Mennyire szokták megünnepelni évről évre egy május 1-ét, illetve miben változott az előző évekhez képest? Hát, amíg a gyerekeink voltak mindig a gyerekekkel, most meg már külön-külön majálisozunk, nem mindig, de most ebben a csoportban másodszor vagyunk itt. Mi régiek, ugye úgymond, még a május 1-ére emlékszünk az ászló fővonulásokra. Egy kicsit úgy bennünk van, jól esik május 1-én, mintha fővonulnánk egy ilyen kis faluba, aranyos. Hát mi is ilyen nyugdíjas busszal jöttünk ide, úgyhogy Tolnáról. Hát még egyelőre mi is lapogatózunk, hogy milyen, megnézzük, most jöttünk. Először vannak itt? Először. Itt igen.
Hát emlékeztünk erre a Murga falura itt lent, csak hát sokkal szebb most ugye az egész, úgy emlékszem, viszont nagyon régen jártam itt lent, talán 10-12 éve. Míg a férfiak az ebédre szánt levest főzték, addig az asszonyok a levesbetét elkészítésén szorgoskodtak. A jó levesbetétnek pedig megvan a maga titka. Jó kemény legyen. Utána meg, hogy jó simára ki legyen gyúrva. 1 kiló liszthez 10 tojás. Só össze kell állítani, és utána ilyen kis cipóka formájuk. És utána próbáljuk simára kisodorni, és ilyen ügyesen kicsit. A rendezvény minden évben jó lehetőséget kínál mind a helyiek, mind az esemény társszervező csoportjának tagjai részére a hétköznapokból való kiszakadásra. Ez a murgai lakosság számára és a tolnai vándorló szépkörűek baráti körének a tagjának a számára. Ez 4 éve ezelőtt született meg ez a gondolat, hogy jöjjünk egyszer el Murgára. A lakosságnak is egy kikapcsolódás, egy ünneplés, a május egy a idősebb korosztálynak visszatetszik a régi hagyományok, és retromajálist terveztünk még. Sok-sok programmal, délelőtti programmal a lányok lent sütik a lángost, a kihagyhatatlan murvai lángos, és babgulyást fogunk ebédre főzni, és akkor megvan a reggelizés, akkor utána nekiállnak ilyen társas játékokat játszani, például Murgán van egy nagyon szép kuglipálya, kuglizás lesz, kislabdadobás lesz, kvíz kérdések lesznek, pingpong lesz, ilyesmivel fogjuk a délőtöt eltölteni, ebéd után még akkor jön a kulturális program. Egyre nagyobb a látogatottság, ahogyan kaptuk előjelzést, körülbelül a 150 főre készítjük a babgulyást 2 bográcsba. Először nem volt olyan az első rendezvény olyan nagy létszámú, egy olyan 70-80 voltunk, de csak most Tolnáról 82-en jöttünk. Egy nagy buszra jöttünk 52 fővel, és a többiek még vállalták, hogy eljönnek autóba, mert ezt a szép napot itt akarják Murgán tölteni. Nagyon-nagyon szoros barátságok jöttek létre Murgán. Nem csak a falu vezetőivel, ők Tolnán laknak, nagyon sokat köszönhetünk neki, hanem már itt a lakossággal. A csoportnak szinte 90%-a egyedül élő magányos ember. És minden időt kihasználunk azért, hogy együtt legyünk a magányosságból, az otthonnak a magányából kiszólítjuk az embereket, hogy társaságban legyen. Ezzel megelőzik azért a befordultságot, a magányt, a demenciát, mindent. És nagyon szeretik az emberek a rendezvényeket, nagyon szívesen jönnek. Az estében nyúló retromajális idén is jó hangulatban telt Murgán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!